Ez az alap, ugye? Bekapcsolod. Villog. Mész, villog. Mikor megállok, figyelj. És ez jelzi egy ideig, hogy állsz. Úgy világít, mintha az autós a fékpedálon állna. Ezzel jelzi a mögötte haladóknak, hogy lassul és megáll. A hátsó lámpa, még ha nem is rendelkezik lassulás érzékelővel, az egyik legfontosabb világítási eszköz egy kerékpárosnak. Világítás nélkül közlekedni ugyanis nem csak szabálytalan, balesetveszélyes is. Különösen ősszel, amikor rövidülnek a nappalok, és folyamatosan romlanak a látási viszonyok, gyakran találkozunk köddel és szitáló esővel. Ezért érdemes aktív és passzív láthatósági eszközöket is használni. Az aktív eszközök. Kerékpárra szerelt első hátsó lámpa, fejlámpa, akár a hátizsákon lévő lámpa, a passzív eszközök, bármilyen fényvisszaverő, ez lehet mellény, ez lehet öv, pánt, de akár a kerékpárra szerelt prizma is ugyanezt a passzív segítséget fogja nyújtani a használójának. A Kressz szerint a kerékpáron kötelező felszerelés az első lámpa, amely fehér vagy kadmium sárga fényt ad, hátra pedig egy piros fényt adó lámpa. Mindkettő kritériuma, hogy sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható legyen. Továbbá a kerékpárnak rendelkeznie kell elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és legalább az első keréken legalább kettő darab, egy átmérő mentén elhelyezett borostyán sárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel, vagyis küllőprizmával. Fontos azonban, hogy ezek ne csak rajta legyenek a kerékpáron, hanem helyesen is legyenek beállítva. Ne zavarjuk az velünk együtt közlekedőket, sem a kerékpáros, sem az autóst. Hogyha ezt az etikettet betartjuk, és gondoskodunk arról, hogy legyenek megfelelő eszközök, teljesen más elbírálás lesz a velünk együtt közlekedő autóstól, és jobban fogják tolerálni, segíteni a közlekedésünket. Vagyis az utat világítsuk meg, így nem csak a szemből jövők elvakítását kerüljük el, az előttünk lévő tócsát vagy kátyút is hamarabb észrevesszük. A fény szórásának szöge mellett fontos az is, hogy az eszközöket stabilan rögzítsük, és időnként ellenőrizzük a bennük lévő elemek állapotát is.